a ricskeszt. Ez itt a Ricskeszt. A Ricskesztet hallgatok. Ricskeszt. A műsor az NK támogatásával készült. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Ricskeszt legújabb adásában a vendégem Csöves. Szevasz! Szevasztok, szia! Figyelj, mi már annyiszor beszéltük, hogy jössz, nem, és valami mindig közbejött, meg, eltologattuk, meg elhalasztottuk, meg valami mindig volt, meg lesérültél, rokkantál, meg mit tudom, nem akartál eljönni, meg minden volt, hogy most már végre itt vagy. Olyan nem volt, hogy nem akartam, nem mindig közbe jött valami, az tény. Nem, csak. Amúgy csak nem akartál, csak mindig mondtál valami kifogást. Ja, igen, 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 ez volt a lényeg. Figyelj, itt uh, annyi minden történt veletek az utóbbi időben, pedig pont ezt még mikor így, így, beszéltünk, meg mondta a retek, hogy ú, kéne egy alkoholpodcast, meg ez az, hogy nincs is körülöttetek aktualitás. Ezt így elkezdtem nézni, azt rejtem, hogy meg, dehogy is, nem akármennyi. Tehát itt, itt de picit menjünk vissza, jó? Tehát, direkt köcsök kérdése fogok kezdeni, hogy mi a francér nem volt lemez kurva sokáig. Hát ugye az előző nyolc évre gondolsz, akkor az, az megint nagyon sok mindenre ö, lehetne fogni, ha már most te úgyis kifogásokkal jöttél, ezzel jövök. nem figyelj, nagyon sok tagcsere volt ö, a, annak idején. Nekem akkor ugye pont volt egy sérülés, és az tényleg nem kifogás, akkor egy évig se túlni, ö, semmi nem volt. Ö, és igazából én vártam azt a pontot, hogy hát ha majd lesz az, hogy ismét egy olyan mondjuk úgy zenekar lesz körülöttem, akivel annak idején elkezdtük, és akkor nem az, hogy mindig volt beugró gitáros, meg beugró dobos, meg stb., aki egy, egy normális tudunk készíteni, és hogy teltek azért, koncertesztünk, mi meg jött egy-két dal, meg közben született a, a vagy a Rocky Muzdalunk, de teljes lemez valahogy nem állt össze, úgyhogy így volt egy ilyen, ha, ha így nézzük ezt a részét, egy, egy közel nyolc éves kihagyás, és ugye akkor jött ki a, a 18-ban, remélem, zavarok albumunk, ami már most már lassan az is négy éve volt. Ugye most meg ott, meg az volt, hogy konkrétan Hát lassan öt, akkor legyen úgy, e, amit amit ugye teljesen be se tudtunk mutatni. A COVID ketté vágta, akkor csináltam ezt a rokon hogy e, öt zenekarra mentünk. Az is ketté lett, ugye, vágva, tehát és akkor vártuk, hogy hát hát majd egy-két év vagy egy, vagy, vagy, egy év, és akkor mit tudom én, akkor csak be tudjuk mutatni, bele fog férni a történet, de hát ugye utána meg az volt, hogy, hogy, hogy nem tudsz már, nem, nem, egy évre, fél évre se konkrétan előre tervezni, úgyhogy az a nagy lemezbe mutatom mondjuk úgy <laughs> el is maradt a, a, az utolsó lemeznek, de ezáltal idén most kettő is meg fog lemezni, hármat jelenni. Nem, 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 nem menjünk, előre. előre. Minden el... tudok, nem <laughs> menjünk annyira <laughs> előre. De, de, a lényeg ez, hogy, 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 maga annak a nyolc évnek tehát lehetne bármire fogni, Koncertünk koncert teszünk, koncert, de szerintem a nyolc év alatt több tagcsár volt, mint az egész lassan húsz év alatt a zenekarnak. Figyelj, azt beszéljük meg, én erre barom kíváncsi vagyok, hogy mit fogsz mondani, már, hogy mi ezt beszéltük, mert már egymás között többször jó hangulat be egy sör mellett, hogy amíg a, amikor a zenekar megjelent, és kijött mondjuk az első két lemez, akkor azért úgy elég egyértelmű volt, hogy itthon mindenki azt mondta, hogy az alkohol az a kis tankcsapda. Aztán jött a Rock himnusz ami teljesen más volt. Akkor meg azt mondták, hogy mi ez az öreg rock. De a lemez, amire ugye aztán a Rock, a rock himnusz rákerült, az megint az a klasszikus alkoholos vonal lett inkább, amire ugye megint azt mondták, hogy ez tiszta tangcsabda. Te erről hogy vélekedsz? Hát figyelj, uh nagyon egyszerű, tehát hogyha valami, tegyük fel, a Rock sikeresebb volt, mint az előző dalok. Nyilván az, a legelső daloknál persze hangszín hasonlít, szövegvilág hasonlított, ezt megkaptam mindenféle hülyeségekkel, hogy a hangot műtettem, meg ezeken nagyon jót rögtünk egyébként a tudni. igen, 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 tehát ilyen, ilyen ilyenek voltak. Persze van az úgy működik, bemész és kérek egy Rudangio, egy lukács hangot, tehát az így működik, hogy bemész egy, igen. egy ilyen dokihoz. Ezeken tök jókat rögtünk. Uh, nyilván a, a Rockimus az egy teljesen másik a sztori volt. Annak idején, ha jól emlékszem, volt egy ilyen, hogy uh, nem tudom, egy a rok mellett, vagy valami ilyesmi, és akkor pattant ki egy ilyen, hogy na egy ilyen, hú, egy, mint régen, ahogy volt a pokolgépnek, vagy osziának, vagy akárminek, hogy na, én is majd egyszer írok egy ilyesmi dalt, és valahogy kipattant a fejemből egy-két sort, meg is írtam, de pihent egy ilyen egy-másfél évig. Tehát a, a rock ilyen téren mondhatjuk azt, hogy uh, kahuk tojás, mert nyilván rengeteg vendégszereplővel van, de hogyha most azt nézzük, az első két lemezen ugyanúgy voltak lassabb dalok, vagy, vagy uh, uh, nagyjából hangulatilag hasonlók, mint a rock himnusz. Egy biztos, hogy nem jutottak el ennyi emberhez, mint, a, mint ahogy a, az említett Csak dal. Ennyi most 11 millió? Nagyjából, hogy nagy, azt hiszem valami, valami ilyesmi nézettségnél van. Nyilván az ott egy, egyértelműen hozzátett, amit mondtam is, hogy el tudod jutni az emberekhez, ami ez sok dalra nem mutatjuk el, de azáltal is, hogy rengeteg vendég volt, és a saját oldalokon felültegen megosztották. Tehát ugyanúgy, hogy alkohol rockhimnuszként, és akár a vendége, tehát minden zenekar a Beáti a, a Kárpáti által, tehát minden, mindenki megosztotta, aki, aki bármiféle ö, szerepet vállalt benne, és ezáltal nyilván sokkal a jobb réteghez jutott el az, hogy, hogy, ő, hogy ennyi is elnyerte, az nekünk csak egy, egy pozitívum. Azt meg, hogy ez a tagcsablás sztori, vagy akármi, az meg nyilván, az megint egy ilyen támadható felület volt elejétől a végéig is. Tehát én tökre örültem, hogy most ez a, a négy nem összetudott jönni, mert egy, egyfajta fricska is volt az egész. Igen, ez volt a következő. Történetben mindenféleképpen. És, és Figyelj, erre mindig azt szoktam mondani, hogy sajnos ez nálunk egy, egy ilyen furcsa mentalitás valamiért, nem tudom miért. Ha megnézed azt a, 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 ugyanúgy békés megyei zenésztársam, a, az Ektor a, a, Szepultúra, meg a Szófaj, meg hasonló fricskák után kiment, és ott csinált egy karriert magának, vagy de jöhetünk egy DCDC -DC, erből például, és nagyon minden, sok mindennel. Valahogy ez kint működik, sőt, igazából támogatva van. Itt nálunk ez totál nem. De hogyha eddig nem foglalkoztam vele, ezután végképp nem fogok. Persze, így, tehát figyelj, nem, a, tehát nem, is azt akartam, mondjuk az esetleges kommentekre reflektálj, inkább a véleményedre voltam kíváncsi. Azt is soha nem tagadtuk, hogy, hogy, a, hogy a valami hasonlóság van egyébként. Most a hangszínemet nyilván nem lehet letagadni, az most valószínű, hogy, hogy az meg, hogyha a szövegvilágot nézzük erre, mindig azt mondtam, hogy a Magyarország egyik legjobb szövegírójához hasonlítanak, azon mit kéne szégyellem. Ugye... leginkább azért is mertem megkérdezni, mert mi szerintem vagyunk egymás a, a Nexusban, hogy én feltettem neked ezt a kérdést. Megértelmű. És hogy ha az elő is került interjúkba, akkor én mindig éreztem egy ilyen piki Írt, ilyen, ilyen ellenszenvet a kérdésbe, és itt meg pont nem ezért teszem fel. Ugye említetted a turnét, hogy sikerült hogy a tankcsapdával turnéznatok, azért ez mindenképpen nagy dolog, mert velük turnézni, ez nagy dolog a mai napig, mert így még mindig megvan a tehetház mindenhol. Hogy jött ez össze, és mit szóltál hozzá, meg mit jelentett ez nektek? Figyelj, igazából maga a azt nem mondanám, hogy üzleti kapcsolat igazából úgy fogalmazni, hogyha kellett bármi, akár a, a, a terembe, a, a próbaterembe, vagy hangszer, akármi szóltam a fejesnek, és akkor tényleg segített akár olcsóban beszerezni, vagy, vagy ötleteket adott. És igazából így volt ez tavaly, nem tudom, tavasz, végén nyár elej, valahogy a, a, a próbaterembe kellett egy, egy, egy ének cucc, és e kapcsán felvettem a kapcsolatot, segített is, ugyanúgy, hogy ahogy eddig, és akkor nyilván rákérdeztem, hogy koncertügyileg, hogy vannak, mi sem tudtunk mit csinálni őszre, akkor még ugye pontosan ők sem, mert akkor volt az, hogy a, a, az elmaradt európai turnéból Igen. jó párat pótoltak, azt hiszem ilyen szeptember vagy október végén, nem tudom pontosan, és akkor mondta, hogy térjünk vissza rá, akkor még tavaszi túnéről beszéltünk, már 2023 tavasz, és akkor ha jól emlékszem, ilyen október végén hívtam fel, és akkor mondta, hogy hogy megbeszélt a zenekarra, és akkor menjünk mi, de hogy ez nem tavasszal indul, hanem decemberbe. És akkor átküldték a, a, az állomásokat, a dátumokat, aztán igazából ennyi lett a történetből, úgyhogy nyilván utána, ez egy tök jó sikerült egész december volt, és azt hiszem, hogy január 20-a környéke után mentünk tovább március elejéig valahogy itt, tehát 21-22 állomásról, ha jól emlékszem részünkről, de teljesen, tehát tök jó hangulat volt, tök jó fogadtatás, már a legelőtt, működött a, a közös kézős belül, a stáb felül is, tehát zseniális volt az egész. Egy jó értelembe vett gépezet, és ez tényleg a szó jó értelmében mondom a gépezetet, mert nem voltak csúszások, nem volt az, hogy most úristen, ez semmi profi körülmények között, ettől függetlenül tök jó hangulat volt, tehát nem volt a feszélyezve, mert az első bulinásra. Meg ami nyilván hozzá, tehát a közönség az ebből volt az egész történet, tehát ugye nyilván a legtöbbet ezt tette hozzá. Ugye a, ez a túrnéz nektek valahol a, a tavaly megjelent december, december november? Hogy jelent meg a best of? Igazából a best of az, az egy ö, ilyen téren érdekes történet, mert hivatalosan megjelenés az most lesz egy ilyen dupla lemez formájában, majd de erről majd később. Újság volt a, a Hámyzik decemberi számában, ha jól emlékszem. Azt hiszem december, decemberi. január, vagy, vagy, no, vagy valahogy nem, nem, vagy, nem Vagy november, vagy december, a jó akusztikus. Akkor december, december mindegy. Igen, Rudangy Akusztik alapányos az akusztika. Igen, ott az még hivatalos az megjelenés ilyen. nem volt, ott egy, egy körbe kiküldt, hát nem titkolt dolog, tehát gyaránt, ha már most jött egy turné, akkor miért ne lehetne az, hogy most akkor a, a dalokat is pluszba, aki csak az újságot megveszi, esetleg az is ismerje meg, de hivatalos megjelenés egyébként annak is ö, idén lesz, mármint úgy, hogy azt meg lehessen rendelni, stb. de egyébként igen, azt hiszem, hogy nem tudom pontosan mennyi ment ki, de újság mellékletként ment ki első körbe. Ez a, a mm, nevezhetjük best of egy új dal van rajta egyébként, meg nyilván a feldolgozások, de, de hivatalosan is meg fog jelenni. Tehát ugyanúgy, mint ahogy a, a, az első három is meg lehet majd rendelni, a következő soron lévő lemezről. És az mikor a lesz? várható? Hát uh, igazából tehát az volt először képben, hogy ezzel a, hogy három lemez fog kijönni, ezzel a Best of igen igen igen, 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 Most ugye 20 éves idén a, a zenekar, ha a legelső próbát nézzük, tehát az első lemeztől, önlem, de mi mindig onnan számoltuk. És uh, nem tudom, hogy ezt mondhatom, e már a mikor kerülök adásba, fogalmam sincs. Július második Júli? fele. Aha. Jó. Hetedik hónap, második fele. Ah. De lehet, hogy augusztus eleje valahogy így. Jó, akkor igazából, tehát augusztus-szeptember a tervezett dátum. Uh, ez egy mondjuk egy koncepciós lemez lesz, tehát hogy a alkohol névvel, egyébként, hogyha már kérdezted a tankstablasztalót, ez ugyanaz, hogy az alkohol névvel ugyanúgy kaptunk. De egyébként ez a furcsa, hogy, hogy a, tizedik, vagy a húsz évnek, vagy második felébe az elején ez tök jó volt, hogy a szexzók, rakenről és alkohol az is megvette a célját, csak, csak az ennek a neve tetszett. Tehát ez egyfajta átváltozás, az nagyon történt a magyar rockzeneiparban ami nekem annyira nem tetszik, de és most nem csak a zenekar, nem nőriát, vagy vele hanem, egyedül szerintem. hanem sok minden ö, másba is. És ö, lényeg a lényeg, hogy, ö, és hogyha most alkohol névvel húsz év kapcsán, akkor miért csinálhatnánk egy olyan lemezt, ahol a, rég régi és újabb, ö, nem tudom még a lemez szívét pontosan, dalokat fogjuk mi az egészet feldolgozni, és minden egyben egyes dalban lesznek vendégek, tehát Bikiritől, Charlie, Magna Cum Laude, Tagcsapdal, tehát a, a színe, jó, ami valamilyen szinten az alkoholhoz, a bulihoz, a, a szórakozáshoz kötődik. Tehát lesz, lesz egy ilyen egy ilyen uh, lemez, amit, amit mi fogunk teljesen feldolgozni. Emelé fog kikerülni meg isként, is kint, ugyanígy augusztus szeptemberi pontos dátumot nem tudok, a válogatás lemez is. Most a sorok következő lemezt ezáltal nem biztos, hogy, hogy, még idén megjelentetjük, lehet, hogy csak jövő év február elej, de, de az, amire most koncentrálunk, ez a tehát mondjuk így feldolgozás, átdolgozás lemez, ha már most alkohol év, húsz év, akkor gondoltuk, hogy csinálunk egy ilyet. Úgyhogy... Jó, mondjuk, figyelzz, hogy... most Tipikusan az a, tehát hogy ezt valaki mondja nekem akkor, mondom, hogy, Basz, meg mi minek, minek. De valahogy tőletek annyira nem hat idegenül. Tehát hogy mondjuk, így azért, hogy, hogy, egy lemeznyi alkoholizmus tőletek az normális egy, kvázi. egyébként ez úgy, úgy mint ahogy, ahogy mondtam a, a, a és ez egyfajta új olyan fricska. Tehát, hogyha megnézzük azt, és hogy beszéltük a, a, tíz évvel ezelőtt, vagy, vagy olyan dolgokról, tehát hogyha valaki megle, és semmilyen zenekart, ezáltal nem akarok bántani, abszolút nem vagy az egész magyar rockzené felfogás, vagy nem tudom minek mondjam így ezt az egészet, ezt a részét, hogy kizárták az egész életből, nagyjából, egyfajta képmutatásként is szerintem, tehát, hogy az, hogy most nem, ne énekeljél, meg ne mutogassá piás dolgokat, műsorokban, meg stb., de közben ugyanúgy mindenki hótrészül a koncerteken, tehát ezzel, ezzel sem ügött, nem mondtam. Viszont azt is meg lehet nézni, hogy hány új előadótól lesznek ilyen bulis, vagy kosmázos dolog, tehát egytől sem. Tehát ez is mutatja azt, hogy mi az, ami változott ennyire, és annak idején ugyanúgy tudtál, ö, tehát most nem fogok zenekar neveket, meg, meg ö, dalokat konkrétan mondani, amik fel lesznek dolgozó, vagy át lesznek dolgozó, mert te mindig teljesen más lesz egyébként. És ö, ö, tehát, hogy maga ez az attitűdje, ez, ez a, nem tudom, micsoda, úgy kicsit ez, ez így megszűnt, és pont ezért, hogy alkohol nével, ha már most évek óta ezzel még pluszba basszatva is vagyunk, akkor nehogy már pont mindent csináljunk egy ilyet, mi csak a, piázásról, meg a bulizásról szól. Holott ugye a 80-as évek óta, ha megnézzük a slágereket, a 80%-a ami sláger lett, csak erről szólt, most meg ez meg ilyen, teljesen idegen az emberek számára. Legalábbis a közszülő be ezt be. De szerintem ez már így is fog maradni, vagy ez csak egy átmeneti hóbort? Nem tudom. Nyilván nem, nyilván nem látsz csak a nem, nem tudom, hogy így fog -e maradni. Én nem azt mondom, hogy most minden dalnak arról kell szólni, hogy a házam egy kocsma, vagy akármi. Egyértelmű, mert, mert, nem is minden dal jégdupla viszki volt, meg be vagyok rúgva, meg kivisz haza. De ettől függetlenül a legnagyobb slágerek, a ezek voltak. Konkrétan most már ezek így el vannak, így tolva, inkább a ez a búslakodós, mindenki egyfajta ilyen, még, még zenékre is egy, egy, egyfajta egy depresszióba, és most nem az a gondolok, depresszióba rakta, vagy rakatta a zenekarok is, így a közönséget, meg saját magát, tehát ez, de ez látszik a bulikon ha most uh, nyilván nem fog neked újat mondani, akár az Ölpadonnál, vagy a Vigvan, amikor még hajnal lékor, vagy 5 te a zenédet, ott volt mindenki, most koncertek után már mindenki tiplezik haza. Tehát, hogy, hogy, teljesen átváltozott az egész, ami nekem nem tetszik, hogy ez változni fog-e? Ez tök érdekes, hogy amit mondasz, mert nekem is jött egy ilyen üzenet szombaton, volt nálunk egy buli, hogy meddig vagyunk utána nyitva. És mondtam neki, hogy nem tudom megmondani, mert hogy mi azért szoktunk ennyire parti állatok lenni, tudod, hogy ha van rá vevő közönség, akkor mi a saját ott lévő CD-inkkel ezzel az lehezen tudod, de kérdezte egyszer azt is egy srác, hogy ő, ő profi rock DJ, és hogy már buli után jöhet -e, és mondtam neki, hogy figyelj, olyan szinten nincs értelme, mi próbáltuk, de minden műfaj után, próbáltuk, mint a Péter Fiboni után, próbáltuk a Belga után, de próbáltuk Metábulik után is, hogy egyszerűen ez a rock disco, mint olyan, nem működik. Pedig én is emlékszem, hogy ugye vannak zenekarok, amiket konkrétan úgy ismertem meg, hogy a Vigvamban a DJ Paplan benyomta a buli után. Igen. És hogy, hogy, persze, nyilván én is úgy vele, hogy már most itt a 36 évesen két gyerekkel, ha még a bulinak én is haza szeretnék menni, de azért még lehet ott maradnék meginni egy-két italt, és zenét hallgatni. Nem azt mondom, hogy reggelig pörögnék a fejemen utána, de, de ki tudja, tudod. És hogy ja, ez érdekes, hogy ez így, ez így ezt, nyilván, e, tehát én nem, azt mondom, hogy csak a, 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 klubok tehetnek, vagy akár nyilván ehhez az emberek is, hogy emberek ja, az, így akkor öt ember persze. miatt nem maradhatsz nyitva, mert persze. akkor ki az. Csak hogy maga az, az egész közeg is így, akár az újabb zenék, mert nincsen nekem bajom ezekkel, csak hogyha most már visszatérve a, piáslemezekre, piás lemezekre, tehát hogyha most mit tudom én, a Vigvam után, ráadásul a koncertkezdések is mások voltak, tehát sokszor éjfélkor kezdődött egy koncert, ugye? Ja, ja, igen, igen. sem mentünk a, a, a helyekre, nyilván ez a része is változott, hogy ez most tök mindegy, hogy kinek negatív, kinek pozitív, aki most tizenéves, az nem is tudhatja, hogy hogy volt előtte. Oh, hát tehát, hogy, tehát, hogy, hogy ez fog-e változni, azt az nem tudom, de ezen nem is fogunk gondolni. Hát, én emlékszem, hogy egy, egyszer odaértünk, szerintem a Sex sem volt, és akkor így odaértünk a Vigvamhoz ilyen fél nyolckor, kincigizett a biztonsági őr, és mondta, hogy hát ti, hát jöttünk a koncertre. Hát még egy csomó idő van a nyitási itt hátra. <laughs> Igen. Ez se szakadt az eső, jó, ez gyertek be ide a előtérbe, tudod, hogy ne ázzatok szarra. De hogy így, ami tényleg ez egész elképzetetlen, nekem is akkor volt, kérdezték, hogy hogy vannak a kezdések, és mondtam, mit tudom, előzenekar kilenc, főzenek, és metában, da voltán kalapács, három, ne, tíz, tíz, ott akkor nem is megyünk olyan későn kezdődik. És belegondolsz, hogy amit te is mondasz, igen, hogy igen. Ugye én emlékszem olyan Blackout-ra, 11-kor kezdtek, és valamiért, tehát két blokkos nagy koncert volt, meg tökem tudja, és senkit nem zavart ez. Persze, persze. És mindenki ott volt kapunyításra. Ja, Jó, igen. nyilván, el, tehát a csomó minden hozzá tehet ehhez, tehát az, hogy a tíz óráig utána hangoskodjál szabad tére, megjöttek a szigorítások, tehát nyilván ez is hozzátette ez a... a Szintén egy faszság. Persze, hette. persze, de ez megint egy idióta a story, de hát most ez... ez Megénekelte a Kovács Krisztián most az új fislem, ezen régen minden jobb volt, pont Hát nyilván lehet ezt is mondani, tehát egyértelmű. Nem figyelj, amúgy, de, de, de én, nem, én, nem, vagyok ez a párás szemben típus, de baszki az utóbbi időben annyi minden állapítottam, én, és ez régen, ha nem is az, hogy jobb, de más volt, és ez nekem jobban tetszett. inkább ez a, ez ugye, a ugye, jó tehát mondom, én nem tudom azt mondani, hogy ez most rossz vagy. Én a, mag, a saját szemszögből azt tudom mondani, hogy ez, hogyha ezt a részét nézzük, kb. egy nagy rakás szar. Addig jó, amíg fölmegy a színpadra, meg utána lejövök, és akkor ennyi. Elmegyek egy-két buliba, de tényleg csak, hogyha koncert érdekel, mert e. ha egy nézzünk, vagy akár amit annak idén, az érdeket, hogy milyen koncert van. van. Mentük, és reggel hatig ott volt. tehát a kutyát nem a zenekart így ismertem meg én. Például, I Igen, elmond, hogy... azért mondom, tehát most meg totál megválogat, hogy mire megyek, mert, 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 hogyha elmegyek valahova, konkrétan csak a, a, zene érdekel, mert tudom, utána is az lesz, hogy egy óra múlva záróra. Vagy hogy esetleg olyan haveri körrel megyek, akik most akkor meg megint nem érdekel, hogy milyen, milyen uh, ott. De tényleg, tehát ez a része így, így uh, mondjuk hogy, hogy elmúlt, vagy átváltozott, vagy nem is tudom, hogy, hogy fogalmaznak, hogy lesz -e mi részünkről legalábbis pozitív változás, azt nem tudom. De gyanús. Ja, ne, igen, ne, nehéz, nehéz kérdés. Amúgy, tehát így, most nem tudom, azt lehet majd tudom, kiírok a Facebook oldalon, ami kérdés, hogy ezt az emberek hogy látják, mert tökre érdekel, hogy hogy amúgy, tehát hogy ez nem is az, hogy meg fog a változni, hanem például még lenne igény arra, tehát hogy késői koncertkezdés, hajnalig buli, meg ilyenek. Te, így de ezek ilyet? Csak a hangmérők, hogy hogy ő mit gondol <laughs> erre. Jobb volt a késői koncert kezdés meg a rock után? Nem tőle, az a baj. Na, úgy igen, eb, eb, ja, ebben van igazság, hogy elszoktunk ettől, de nem baj. Az érd, érdekes kérdés. Jó, mondjuk ennek van egy pozitív olyan oldala is, hogyha mennézed viszont, hétközben korai kezdéseket, csomó külföldi zenekart tudnak hozni, amit annak idején nem abszolút, tudtak. Ez abszolút, ez tény, igen. Tehát, hogy ennek van egy pozitív oldala is, de tehát maga, az, eg, tehát tényleg most a lemezhez visszakanyarodva, ezért mondom, hogy konkrétan olyan új dalok se születnek, mint a, ami, ami nem is azt mondom, hogy ez hú, de nagy gond, de, de tehát hogyha pörgős, mit tudom, egy pangbuli után, vagy nem tudom, tök mindegy, hogy Sex, section szín után jobban ott maradsz, mint egy mondjuk egy nosztalgikusabb, vagy szimfonikus, akármilyen, akármit. Akkor Na, lehet, hogy te is azt mondod, hogy ez tök jó volt, hazamegyek és lefekszek két viszki után. Most mondtam valamit. Persze, de tehát, mind... teljesen más a, a nem, történet. Nem, nem, minden buli után, de minden koncert I után igen, igen, a igen. Tehát, hogy azt mondom, hogy e, itt a zenekarok is alakultak át, a, de ezzel nekem nincsen bajom. Ettől függetlenül, pont azért mondtam, hogy húsz év alatt, akkor most, hogy már pont alkohol nével, ebből legvégre egy pozitív mód kihozni, hogy ezeket a dalokat megcsináljuk. És az új dalokkal egyébként hogy álltok? Hát figyelj, új dalokból is, tehát ugye, amit mondtam, egy, egy új van a, a válogatás lemezet, a többiek is így, így ö, ö, valamik félig van kész, valamint három negyedik, tehát hogy, hogy ö, vannak, van, valahol csak ötletek vannak egy-két sorral, de, de most tényleg ezzel a, a feldolgozáslemezzel foglalkozunk, mert ugye ö, június, június július a felvételek, a 20. szeptember a megjelenés a tervezet, úgyhogy igazából most ezzel foglalkozunk. Meg nyilván, hogyha most a szeptemberi megjelenés jelent, akkor az, az teljesen felesleges, hogy decemberbe kijöjjünk egy új lemezzel, mert azért egy jó fél évig jártnánk. Még ez is, még egy teljesen más koncepció akkor is. Jó, persze, hogy, ne. tehát, hogy, hogy ennek max úgy lett volna értelme, hogyha mondjuk kijön tavasszal az egyik, és ősszel a másik, akkor még azt mondom, hogy oké, okay, mert az egyiket kipörgetted volna a fesztivál szezonban valamennyire, de még akkor sem biztos, hogy van értelme egy év alatt kihozni. Nem, nem, nem. nem. Ebben az esetben így, igen. így, hogy igen, igen, tehát így, hogy a válogatás lemezzel együtt jön ki, tehát hogy így szerintem az, ez az évre ez így lesz, és egyébként pont szeptember 20 éves a zenekar, akkor az első próbánk, úgyhogy szerintem ez így jó, apropója, és lesz az egészek. Figyelj, szerinted a ennek a zenekarnak úgymond volt csúcskorszaka, amikor mondjuk nagyon ment, vagy, vagy azért ez egy konstans dolog volt nálatok? Most nyilván a Covid-ot, meg ilyeneket ne nézzünk, meg ne számoljuk. Hát figyelj, uh, nyilván a legelején nem mondhatom, hogy, hogy uh, persze, tehát mit játszottuk 10-20 ember előtt, de tehát azt, hogy most több ezer közültség előtt mi saját bulival nyilván nem játszottunk. De, de amikor volt az a korszak, amire emlékszem, és azt há, sok zenekar meg tudta lovagolni, és akkor mondhatjuk azt, hogy a <höhö> a ilyen második, azt nem mondom a fénykorának azért, de az, amikor a különböző csatornákor egy nap húszszor lement még a, a Slipnettól a nem tudom micsodák is napközben, akkor nagyon sokan, tehát a fiatalok is pont egy ilyen zöld korszak, akkor volt, hogy a buszról leszállítottak autogramérve a tehát akkor, akkor ez, ez, tényleg élt ez a, a, a sztori. tehát én nagyobb, a középkategóriában sorolom a, a, a zenekart, tehát azt nem tudom mondani, hogy, hogy, hogy Tíz embernek játszunk el, saját de azt sem tudom mondani, hogy, hogy 5-600 embernek a végre Sőt, ezt most már sajnos nagyon sokan nem tudják elmondani magukról. talán nálunk sokkal jobb zenekarok, de most a saját szemszögemből nézem, akkor úgy, úgy kirobbanó nagy csús pontot, tehát hiába 11 milliós rockinus, és akkor is koncerteztünk. Tehát ugyanúgy, hogyha lementünk vidékre, és akkor volt békés, száz 120 ember, akkor az tök jó. Sőt, az nem csak nekünk, több más zenekarok is tök jó lenne. És, de, de, de hogy, hogy és ugye ez a következő kérdés, hogy -e, lesz-e egyáltalán ennek valahogy egy olyan átugrás, hogy most porcsánok a stb. Fogalmas is, de igazából, ahogy mondtam is, itt nem csak minden rajtunk múlik, tehát az Persze. egész minden dolgon, és az nyilván nem mentegetőzés, hogy ha 20 év nem érezem jó magam, akkor nem volna a zenekart. Senkinek nem kell beszámoljak Én, 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 én inkább ezt kérdezném meg, hogy te azzal, ahol a zenekar jelenleg van, azzal elégedett vagy-e? Tehát szerinted a most nyilván a saját közönségedekről tudsz nyilatkozni, Megkap, megkapjátok azt a megbecsülést, amivel te mondjuk elégedett vagy. A közösítő mindenféleképpen megkapjuk. Az, hogy nekem mindig egyetlen bajom volt azzal, hogy, hogy ő és hogyha már húsz évet sokszor említettük, hogy Lásd a túrni. Egyébként nyilván ennek volt egy plusz hozadéka, ez nem is titkó cél, hogy több ember ismerjen meg, hogy 20 év után is, a 80 százalékban azt kaptuk a buli után, hogy tök jó volt, de soha nem halottak rólunk. Na tehát ez még mindig egy rohadt nehéz dolog, főleg így, hogy és jöhetnek nekem a Facebook, meg Youtube, meg akármi, akkora információ áradat van, hogy a, sőt, a mostani még nálunk újabb zenekarok még nehezebben jutnak el a közönséghez, akármennyi jönnek az internet, mennyire tök jó, nyilván van pozitív oldala, de ilyen téren tehát, tehát az, hogy kapunyítás után már tényleg, tehát a harmadik, negyed már lehetett látni azt, hogy, hogy az emberek jöttek rá. Tehát nem az volt, hogy elsőrözik az előzőnek a kint a, a, a izébe, a, a, még, 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 nem jött a hanem érdekelte őket. De tényleg az volt, hogy nem is tudtak az ennek arról. És akkor nyilván ilyen pólók, cérék ugyanúgy folytak, hál' Istennek, tehát vitték is őket. De még, még, mindig tényleg az van, hogy, hogy nem jut el. De most, ha azt a részét nézem, és mindig ez a kedvenc kérdezem, te meg tudsz élni ezen mert általában mindig ezt, ezt szokták kérdezni és hogyha, hogyha, ezt a részét nézem nyilván, tehát ha, ha, csak ebből kéne éljek, akkor, akkor nem lenne. De, de azt, hogy most megcsinálnék egy nap, vagy egy héten két bulit is, akkor erre 70 ezer forintot, hogy ne hajjak éhen, de hát annyit egy jó este általában oda is már a hogyha, jó a buli. De én azt mondom, hogy ugye 17 éves voltam, amikor felköltöztem Budapestre, és a zene által a, a tehát maga azt, hogy azt én elterveztem, hogy úristen, majd én világsztár leszek, és minden. Tehát akkor a ismeretsére, akár más üzleti szempontokból tettem szert, hogy például a polgári foglalkozásom, több mint tíz éve nincsen, mégse halok éhen, tudok az zenével foglalkozni. Tehát, hogyha ezt a részét kérdezik, akkor igen. De hogyha most csak arra kíváncsiak, hogy egy koncertből én el tudok -e lenni két hónapig, vagy elmegyek egy arany, akkor nem. Jó, de akkor gondolom, ilyen különböző zenekörüli tevékenységekkel foglalkozó. Igen, meg, 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 tehát hoztak olyan kapcsolatokat, ami teljesen más üzleti szegmensből is rajongó által lett, vagy, vagy, ismerős által, üzleti partner, stb. Mm. Tehát, hogy, hogy, ezek, így, ezek így tehát, hogy, hogy ö, általában mindig ilyen, ilyen, téren üzletileg is egy talpras, gyerek voltam, még lenne ott békés, és nyilván ott most, nem nyulakkal üzletelek, mondjuk, vagy csirkével, vagy mit tudom én, és nem, nem felbízni járok a kocsmába, hanem tudom én, most pókerezni a ja, egyik plázába, ahol éppen hajnalig ott lehet lenni, vagy most csak mondtam valamit. Ja, meg alkohol cd Ja, igen, igen, igen. Na, abból végképp nem lehet megélni. Hát a CD most már nem, de senki nem él meg, de a kivétel nyilván a nagyon nagy zenekarok, bár szerintem hazai szinten nem hiszem, hogy tudnék olyan zenekart, vagy produkciót mondani, akinek mérhető bevétele van lemezeladásból. Hát ez... a fizikai CD formátumból szerintem se, tehát hogy ugye mi tökre örültünk, és ugye most már nyilván itt a, az online felületek is bele számítanak, vagy idő óta, tehát hogy tavaly ugye lemezet a remélem zavarok, utolsó lemezünk, és ugye úgy, hogy ráadásul mondom, négy vagy öt bulint tudtuk bemutatni, de így is, tehát tök, tök sok emberhez eljutott ehhez képest, de, de nyilván sokkal többet ki lehetett volna hozni belőle, de ez a lehetett volna, az, az, már tegnap volt, tehát azt persze. már el. Ja, nem is, hogy egy ilyen nagyon múltber típus, ezt így nem, 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 nem ne, ilyenek abszolút ismerlek, nem. Te... Abszolút nem, tehát hogyha, hogyha, igen, tehát hogy most megkérdezik, hogy mit csinálnék új akár tehát nem, nem, tudnék olyat mondani. Tehát most nyilván, ha most ezzel a fejjel mennék vissza 2003-ba az zenekar, akkor persze, persze hogy máshogy csinálnám, de hogyha azt mondom, hogy abból a helyzetből, amiben én mindig voltam vagyok, én mindig maximumot hoztam ki, tehát nem tudnám azt mondani, hogy úristen, ezt, hogyha akkor így, akkor máshogy csinálom. Ilyet, tehát döntő pont, most nyilván nem azt mondom, hogy úristen, elment 20 ezer a pókeren, persze ilyenekre, hú, de hülye voltam, de azt, hogy most úgy érzem, hogy, a, hogy az életemben ilyen döntő fontosságú dolgokat, hogy nem, nem hiszem, hogy máshogy csinálnék bármit is. Hm. Hát jó, tök jó, már, hogy ez valamilyen szinten elégedettséget jelez, az jó, jó ilyet hallani. figyelj, igazából tehát, hogyha teljesen elégedett lennék, akkor, akkor nem lennék mert akkor mindenki ég tovább. Tehát, akkor... Persze. De, 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 de sírni abszolút nem, meg nem panaszkodom. Tehát, hogy most, hogyha, ha nem, nem volt, mit tudom én, ennek a klipnek csak 50 ezer nézettsége, a 150 mint a másiknak, azt megint tudom, hogy mitől függ, mit, mi, hogy korlátozva van, csak ezeket, úgyhogy rá utálom rád, a digitális szarokat, mert teljesen hülye vagyok hozzá, úgyhogy amelyre lehet, kiadom a kezemből, de attól függetlenül hogy tudom, hogy mi, mi hogy működik, mit, hogy korlátoznak, tehát, hogy... hogy uh, uh, a Facebookon csak dühöngeni szeretsz, nél. Hát én a szoktam, persze, persze. Meg, meg hamarabb felteszem azt, hogy mit főztem ez szombat este tíz fröccs mellett, mint megosztom, megosztam, hogy a, nem tudom, ez most úristen csak 2000 nézettség ment két nap alatt, és akkor most kelljek ki magamból, mert teljesen felesleges. Hát de az annyira nem is számít azért, nem? Nem. nem. az a műfaj. Tehát, hogy... meg, meg, nem tudom, tehát én nem értek hozzá, nyilván kapok egy-két infót, hogy mi, hogy meg, hogy most ne, ne, rakjam ki a izébe a linket, csak a hozzászólásba, mert akkor ennyi elég, és, jó, hát ezek Innen, te abszolút teljesen, hülye vagyok hozzá, meg igazából azért, én nem is érdekem. Ha érdekel, akkor megtanulnám, de. Ezt akartam mondani. Akkor még, akkor még az is nekem kéne foglalkozni, nem nekem, nekem is, nekem is mondanak ilyen praktikákat, hogy mit kéne, meg hogy kéne, de. Nem tudom, tehát valahogy valahogy úgy nekem, tehát hogy. Ha nem, figyelj, és akkor halálkom olyan mondom, hogy ha nem lenne például a, a Pingvin, aki a videókat csinálja, akkor valószínűleg is lennének videók de a podcastoknak se, tehát hogy olyan szinten nem, 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 nem te olyan szinten hülye vagyok ehhez, és hogy azt mondjuk, mit tudom én, egyre jobban néznek ki, az neki köszönhető. De ugyanez igaz a hangra is, hogyha, mert volt, aki kérdeztem, hogy te veszed fel, meg, meg te csináld a utómunkát? Én? Hát egy adás nem jelent volna, meg soha nekem kéne bármi ilyesmit csinálni. Erre van a kedves TV, hogy ő erre odafigyeljen, és megvarázsolja, hogyha mit tudom én éppen mellé beszélek a mikrofonnak, ugyebár. Persze, ez olyan, mint amikor nekem mondták, hogy küldjem el még dalt Mit csinálják? Hát mondom, CDA. És akkor ennyi. Figyelj, mi az a mi az 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 eredmény itthon? Ami azért szeretné elérni a zenekarra. Most mit gondolok itt arra, hogy mondjuk milyen jó lenne, hogyha, ha mondjuk remélem zavarok, nem csak arany, hanem platina lenne, vagy mit tudom én, sziget nagy színpad. Tehát, hogy valami ilyesmi van, olyan, ami kimaradt, és, és azért úgy, úgy benne van a, a céljait között, hogy ez, ennek tökörülnél? Hát figyelj, igazából ö, jöhetnék itt ilyenek, hogy tök jó lenne egy, mit tudom én, most mondtam, hogy barbenegrás, tehetházas bulim, akkor tudnám, hogy tart a ahol az nyilván hozná a platinát, meg a többi, de ahogy mondtam is, ez nem, nem csak rajtunk múlik. nekem ilyen hú, kitűzött célom úgy nincs. Tehát az tök jó, hogy most persze van egy aranylemez, még hogyha most ú, nyilván a sok fikázó lesírt, hogy persze, mert mennyi az kétezer darab, mert izé, Ezzel sincsen semmit az zavar amúgy téged? Már mit, mit rá? Hát, hogy így, így van, van, meg megvannak azok a tipikus arcok, akik mondjuk beleállnak a, akár a zenekarba, akár beléd, akár a zenekar eredményeibe, ilyesmi. Ja, abszolút nem. Tehát én nekem erőt ad. Én minden negatív energiát azonban pozitívá változtatok. Tehát remélem zavarok a, a levet címet. Tehát, Persze, hogy a, értem. Vagy hogy a Mr. Fotel hogy... Rocker pont egy ilyen kedves kollégától jött, aki így meg úgy verne, hogyha megfogna, stb. és az otthon a, a, fotelből magyaráz hülyeségeket. Tehát az, azonnal írtam egy dalt az ilyen emberekről, akik csak otthonra tudnak magyarázni. Tök mindegy az élet bármilyen terén, nem csak zeneileg. Tehát, hogy ezeket én azonnal <laughs> én, én, én tudok ebből az egészből. Az elején nyilván volt az, hogy mit beszél ez ilyen hülyeségeket, hogy most jó, de igazából ezzel rögtünk, amit beszéltem is, hogy a, a Lukács fia vagyok, meg a hangomat műtettem, meg a mit tudom én, milyen hülyeségeket találtak ki, de, de figyelj, a, a rossz indulat az, 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 nálunk, az, tehát, tehát, hogyha megnézel, most nem akarok tipikus újságnöveket, vagy, vagy, vagy ö, posztokat nézegetni, ha megnézed, a, amikor kijön, tök minden milyen zenekarnak lehet, metalika, bármi lehet, a hozzászólások konkrétan, most mondok valami, neked tetszett, vagy, vagy másik száznak, Azokat a hozzászólásokat nem látottam. Meghallgatod, elmondod magadnak, kész. A 90%-a negatív hozzászólás, akinek nem tetszik, és ő a dühöt, a gyűl, mindegy, csak valamit kírjon magából, és akkor ez a hú, de megmondtam, és majd biztos a James Hetfield most azon iránkozik, hogy kis Jóska bivaj basznádról mit írt a izének az oldal alá. Tehát, hogy ezek, ezeket sose értettem, és igazából ezeket csak szállni tudom az embereket szó szerint, mert, mert ha, tehát most én nem mondok, nem mondok előadó, de nem megyek oda valakinek az oldalra, hogy hú, de szar hogy hát és Jézusom, továbbra, és kész. Tehát, hogy ennek semmi értelme. Azt az energiát, amivel ezt, ezt megcsinálják az emberek, teljesen másra is fordíthatnák. Úgyhogy ezekkel abszolút nem foglalkozom, mert ez kávé egy ilyen pöccítés, ami, ami rám hárult, de néha tudnak egy két ötletet adni. Szerinted hol működik jobban az alkohol klubban vagy fesztiválon? Illetve te mit részesítesz előnyben inkább egy klubbulit vagy egy fesztivált? Hú, Hát az a helyzet, hogy ugye a fesztiválból is már keves, kevés maradt, ami, ami, ami jó fesztivál sajnos. Klubokból ugyanez a, 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 a ő sztori. Mindig nem megvan a, a, a varázsa. Tehát, hogy, hogy, hogy nyilván fesztiválon több ember van. Tehát, hogy, de ott például most, hogy egy rockmaratonról beszélünk, amíg volt ugye rockmaraton, a Csomószon nagy színpadon mi kezdtünk, de akkor is már több száz ember ott volt, énekelték a dalokat, teljesen tök jó. De ahogy mondtam is, a most is Békés Csabára, vagy most volt egy Pesti Bonunk százakárhány emberrel, akik tudom, hogy csak ránk jöttek el, nyomták a dalokat, annak megint van egy olyan a, feelingje, hogy, hogy, ő, hogy meg teljesen más a, a, az egész kettő. Nyilván kényelmesebb az, amikor egy fesztivál ott van, a színpad ott van, minden, főként kell fél óra alatt, és akkor, akkor megy a történet. Mind a kettőnek megvan. De ennyi erővel ez, a, a tankcsapda túrni is, mondjuk úgy, tehát egyfajta kihívás volt. Mert néztük, hogy most úristen, hogy fog a közönség hozzáállni, hogy fog a stáb, stb. Tehát, hogy, hogy megint egy ez ilyen... Mert hogyha... Mi ezt mindig próbáltuk egyébként, de az, hogy ilyen nagy turnéban 20 év alatt egyszerre arra se tudunk elmenni. És konkrétan lehet, hogy most 20 év után, majdnem 20 év után, ez is egyfajta, hogy most, most oké, okay, hogy mondom, tök jó, csak majd megszoktuk a saját közeget, ez ezt csinál, azt, és akkor most kihez, hogy kell alkalmazkodni. Egyébként elértük ezzel, teljesen zöggenőmentesen ment. A közönség is, tehát, hogy de mégis az volt, hogy na, ott azért, azért meg kell mutatni, hogy egy a zenekarnak, hogy ismer az egész ország, ott van az a közösség aki mondjuk csak, mit tudom én, egy kis lágert ismeri, és akkor most annak most jövünk elő egy, remélem, zavarok zúzdával, akkor mit fog szólni. Tehát azt a közösséget be is kellett hozni, meg ott kellett tartani. Tehát ez hát meg, egy kihívás Meg azért, hogy itt sokan hiszik azt, hogy a, a csapd előtt játszani az mekkora főnyeremény, mert egy a tuti teltháznak játszó, ami egyfelől igaz, de aki mondjuk már volt kettőnél több tankcsapdóin, azért azt tudja jó, hogy annak a közönségnek a nagy része az a ékről jön be persze, azért mondom, azt benne is kell tartani. Igen, Meg igen, a másik igen. fele az, hogy azért én voltam nem egy olyan bulin, és nem csak a tancsolatban, másra is igaz, hogy, hogy amíg nem kezdett a főbanda, azért szépen elsődöztek, hogyha benéztek, jó, nem tetszettek, akkor kimentek. Tehát, hogy ugye, mi is megkaptuk ezt, ó, persze, felrakja a képeket, és akkor most ott van ezer ember. Egyébként ez hülyeség, mert mindig újra raktuk fel, köszi a tancsolatbának, és ott van, soha nem raktuk ki, saját közönség lenne. Tehát azért nyilván tudjuk a. a, a de, de, ott az, az a, éppen akkor az, az az, ember mennyiség, az jól érezte magát. Jó, figyelj, most én láttam 30 embernek játszani, ugyanolyan őszintén, mint több száznak, vagy akár ezernek, mondjuk a rockmanatalon, de nekem eleve nem rémlik olyan a, az elmúlt tudom, a tizen évben, amióta ismerjük egymást, hogy valamit ne olyan retorikával kommunikáltál volna kifelé, ahogy az van. Persze, abszolút. Tehát, hogy a, 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 és, és, ezzel nekem, megmondom őszintén, ezt annak idején megfogadtam, még a zenekar volt. Nem tudom pontosan, milyen koncerten voltam, és ő szóvá tette, pedig egy nagy kedvenc volt, de lehet, hogy a se akarnám megjegyezni. Békésabán volt még akkor működött a 68-as klub, és ilyen 78 ember gyűlt össze a Ház. És ott, 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 szóvá lett téve, meg, meg, hogy ennyien vagytok, meg nem olyan a buli. És az tök, de nem csak nekem, mindenkinek szarul esett. És akkor voltam, azt mondtam, hogy itt föl sem megyek színpadra, hogy, hogy, mm. hogy most, tehát hogyha, ha én ugyanúgy, ha az a 30 ember kifizette ilyet, vagy látni akar, vagy kíváncsi a pofámra, akkor nehogy már én azt megtegyem, hogy 30 emberek nem ugyanazt tegyem, mint hogy 300 ember. Ugye voltam én is ilyen buliba, ahol, sőt, az, az nálunk volt a sportalsóban, ahol az általam egyébként nagyon tisztelt már már legendásnak mondható zenész tette szóval a koncerten minden dal között, hogy faszér vagytok ilyen kevesen, meg stb. És az a pont, pont annak okozott ugye törést, aki elment és befizette a igen, ilyen járat. Igen, tehát ahhoz nem jutott, aki nem volt ott. És, és ott ugye, és, de figyelj, de becsületér legyen mondani, hogy legközelebb, amikor jött, akkor elképesztően brutált ház volt, tehát hogy talán az egyik rekordbúli volt nálunk, és akkor, szerintem a második dal után, amikor ugye jött a szusszonás a konferálás, akkor ő elnézést kért azért, hogy előzőleg, amikor a buli volt, akkor nem feltétlenül úgy viselkedett a közönséggel, ahogy kellett volna, és mondta, hogy nagyon szépen köszönöm a kestlek, azután eljött erre a bulira is. Hm. És amúgy teljesítményben jót nyújtott, csak a nem feltétlenül úgy kommunikálta, ahogy kellett volna. De hát most jó, szerintem ebbe belecsúsztunk már mindannyian egy páran, de, de igen, azért jobb, hogyha az ember nem így áll a dolgokhoz. Hozzá. Persze, meg, meg, ezt nem tudom. Tehát, most, tehát, hogyha most, jó, most már nyilván nehezebb évre, meg fél évre előre dolgozni, de, de akkor meg nem tudhatod, hogy te lekötsz egy bulit is a másik helyen az adott városba, vagy akár még, hogyha szabad tér is van ráadásul, akkor mondjuk épp mi lesz, ez visz el plusz közönséget, itt van egy tök mindegy ballagás, most mondtam valamit itt, vagy ezt úgyse tudod kiszámolni. De mondom, ettől függetlenül nyilván természetesen kinek nem jobb a közösségnek is, amikor többen vannak, és akkor nagyobb no, a hangulat. A annak is jobb, de ettől függetlenül, hogyha, ahogy mondtad is, hogy láttál, hogy mikor 30 embernek is kellett játszani, ugyanazzal a hível kellene hogy Én, én ezt tartom. Annyit mondta akkor a színpadon, ameddig viszki van, addig neked mindegy. Hát figyelj! Van-e olyan, a húsz év alatt, hogy picit vegyük a végét enyém jubilómira. Van-e olyan a húsz év alatt, mondhatod, hogy nem csinálna semmit másképp, de van-e olyan, amit esetleg megbántál? Akár uh, egy döntés, akár egy tagcsere, akár egy dal, egy lemez, egy szöveg, egy Facebook post, bármi. De olyan súlyos dolog, nem igaz? Ha, ha, most, ha most nagyon valamit ki kéne ragadni, kérdezd az elején a, 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 azt a nyolc év kihagyást. Nekem már abból az első két évben megvoltak a ötletek. Nem biztos, hogy megvártam volna azt a felállást, hogy meglegyen ez a hanem akkor 3 három év után megcsináltam volna. Csak én tényleg azt akartam volna, mint hogy az elején is volt a, az eredeti tagokkal, hogy, hogy ő álljon össze egy csapat, ami, ami, nem sikerült. Tehát lehet, hogy annyit nem vártam volna. Nem azt mondom, hogy ez a nyolc év kiesett az életemből, de hogyha most, ha most nagyon valamit mondanom kell, akkor hát kb. ennyi. Tehát most úgy nem, nem, nem igazán. És a záró kérdés, ha egy magyar lemezt kellene mondanod, amit elvinni magad egy lakatlan szigetre, melyiket mondanád? Nem tudom, fogalmam sincs. Nem? Nincs valami ilyen, ilyen csípőből kedvenced? Hát lemezeknél inkább dalok vannak, meg hát sok előadó, tehát ugye, hogyha most, tehát 6-7 éves korom óta annak idején Omen, oszián, Pokógép, ilyenekkel ismerkedtem meg, külföldi Slayer, stb. Így keres tehát, hogy nem tudom, amit több száz dalos válogatás, vagy valami hogy, hogy olyan lemezt vinna magával, ami egy saját válogatás, száz dal a lőtt cd tudod, egy boxba, és akkor az egy lemeznek elmegy. Jó. tényleg nem tudjuk most egy, 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 egy kiragadni, tehát de hát egy ilyen válogatás. De most már van olyan pendrive, vagy izi, ami rá lehet rakni több százat, nem? Hát Akkor azt vinném. Persze. Majd összeválgatod nekem. Na hát akkor mire az adás kijön, reméljük, hogy már tudni fogjuk, hogy mikor jelnék meg a lemezésen beletenni tenni a leírásba esetleg akár lesz előrendelési link, akkor majd azt is beletesszük, meg hát beteszem azt is, hogy hol lehet követni a zenekart, és járatok alkoholkoncertekre, amikor csak tudtok. Neked nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Mégis köszönöm, hogy itt lehettem végre, és akkor... Igen, Neket, nektek meg, hogy meghallgathatok minket, a leírásban megtaláljátok azt is, hogy tudjátok támogatni az adást és a csatornát, ha szeretnétek, megköszönjük, ha igen, azt is, ha nem, Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, hallgassatok minket a jövő héten is. Sziasztok! Hello, sziasztok!